Több évtizedes hagyománya van, hogy a Csemadok Szepsi alapszervezete május első vasárnapján megemlékezéssel egybekötött koszorúzást tart Szepsi Csombor Márton emléktáblájánál. A tavalyi kivételével azt hiszem mindig az anyáknapi műsorral van összekötve a rendezvényünk megnyitója, egyben koszorúzás ünnepsége. Szepsi Csombor Márton szerves része városunk történelmének, így nagyon fontos számunkra, hogy megemlékezzünk róla, illetve híres művéről, az Európika Varietasról, ami most is példaértékkel szolgál. Ebben a tekintetben ő volt az első, aki magyar nyelvű útleírást állított össze Európáról. Smajda Bernadett szavalata nyitotta meg az eseményt, majd Dobos Zoltán ünnepi beszéde következett. Ezután Molnár Árpád református lelkipásztor és Gábor Bertalan római katolikus esperes plébános szólt az egybegyűltekhez. A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével és a szózat közös éneklésével zárult. Május 5-ével tehát hivatalosan is megkezdődtek a 45. Szepsi Csombor Márton napok. Mint minden évben, idén is széles spektrumot szeretnénk lefedni abban a tekintetben, hogy mindenki megtalálja a saját magának tetsző programot. Vannak komolyabb hangvételű, illetve ilyen frissebb jellegű rendezvényeink is. A Csemadok Szepsi alapszervezetének nevében sok szeretettel invitálok meg minden szepsi lakost, illetve környékbelit, kicsiket, nagyokat a programjainkra, melyek egészen június végéig tartanak. A rendezvénysorozat legközelebbi programja május 8-án délután 3 órától lesz, amikor a háborúk áldozatairól emlékeznek meg a ravatalozó előtti téren. A teljes program megtalálható a Csemadok Facebook oldalán.